Csenkő Péterrel beszélgetünk, és menjünk egy vissza, picit az időben, ugye a családi, tehát a családban is volt már színész, mennyire volt-e ilyen idézőjelben, hogy esetleg erőltették volna ezt a szakmát, milyen volt akkor, tudta, hogy színész lesz? Jaj, nem. Hát először is köszönöm, hogy édesapámról is megemlékezik, őt éppen tavaly halt meg 10 éve is, és hát nem nagyon strapálták magukat a média gurui, hogy emlékezzenek rá, de hát a színházi világ sem. Ő egy nagyon nagy egyéniség volt, akinek a legnagyobb vonása adott, hogy végtelen tapintatos ember volt. Tehát soha senkit nem kényszerített, hanem annyira respektálta mások egyéniségét és mások életét, hogy ő nekem is azt mondta, hogy fiam, én abban azt nem tudom megakadályozni, hogy színész legyél, mert örök lelkiismert fudalásom lenne egész életem, ha más szakma nem passzolna neked, és nem örülnél. És így aztán ő azt mondta, menj, csináld, nem hallgatott meg, nem készített fel. Én egyébként is nem szerettem az ilyen, hogy mondjam, színház centrikus gyerekeket, és nem is nagyon lett abból a baráti körömből színész, aki már ilyen csecsemő korától színész akart lenni, és ilyen nagy. Hanem bizony az embernek a saját élete és tapasztalata sűrítődik abban, amit ott produkál, abban a pillanatban, amikor hát felvételizni kell. Azt ugye ezt nem lehet kikerülni, hogy a család színész, család, és hát nyilván én is azért magamba szívtam ezt a dolgot. Én 6 éves voltam, amikor vidéken nőttem fel, Ságó-Tarján környékén, beszéltem, mint ezek is időjárás jelentős srác a televízióban, és ilyen nógrádi tajszólással, és mégis, amikor kivitt a filmgyárba, a Keleti Márton kiszúrt, hogy kell neki egy gyerek a Fel a fejjel című filmbe, édesapám ment szerződni, kimentem vele, nem tudom, hétköznap volt, nem tudtak hova tenni nyilván. Kimentem vele, és a Marci azt mondta, te Marci, ez a gyerek, hát jó lenne nekem. Azt Gyula azt mondta neki, hogy figyelj, ha ebből egy szót kihúzol, először is tajszólással beszél, más egy szót kihúzol belőle, akkor legyen. És kérlek szépen, úgy történt, hogy akkor emlékszem, hogy odaállítottak egy valami. Csak annyit kellett mondanom, hogy Annuska, Annuska. Ennyi, és 6 éves koromban játszottam a Latabárral, meg egy elefánttal. Na, itt kezdődött a színészi pálya. Sokáig aztán nem is gondoltam rá. Végén aztán mégiscsak ide sodródtam. Ti művészek vagytok, nem fiam, édesfiam, ezek is nem indult. Egy tudomás, hogy minden férnek van egy napja, amikor szeretnek kisöknünk Amerikába. Nekem fiam az nem bolondnak jót hagyja a feleségét, nekem haza bolondnak jég. Ráül a porlókáján, érted? Ez a színpad, amin most itt ülünk, itt nincs család, itt megszűnik minden. Itt a közönség elé kiáll az ember, és a közönségnek vagy kell az az ember, vagy nem. Itt nincsenek segítségek. Ez olyan, mint a sportoló, akárkinek a fia, az a 100 métert le kell futni egy bizonyos idő alatt. És hogyha jól futja, akkor ő a bajnok. Ha nem, akkor hát előbb-utóbb lemorzsolódik erről a dologról. Ez ugyanígy van a színészetben, és ez egy nagyon komoly sportág színésznek lenni. Szó fizikai, szellemi értelmében, itt teljesíteni kell, itt nincs mese. Minden előadás egy verseny, amiben fizikailag is, pszichésen is ott kell lenni. Le kell futni azt a versenyt, nincs mese. Koppányi Aga testamentuma olyan gyönyörű siker lett, hogy a sors megadta nekem, akkor hirtelen másodéves főiskolás elmúltam, amikor vittek 3-4 színházban, valóban játszottam. Szinte nem is kellett aztán befejeznem a főiskolát. Így indult a pályám. Óriási szerencsém volt. Óriási szerencsém volt, hogy egy sportos alkat voltam. Óriási szerencsém volt, hogy a millió, a légkör olyan volt Magyarországon, akkor csináltak történelmi filmeket. Olyan volt, hogy a televíziózás akkor indult lényegében, igazából ontották a tévéjátékokat. Ennek én mind részese lehettem. A filmezés gyakorlatilag megszűnt egy nagyon szűk kört kivéve. Ez egy nagyon, a Magyarországon nagyon kevés filmet gyártanak, ahhoz képest rengeteg színész van. Én nagyon szeretek filmezni, és nagyon szerettem filmezni. Ez egy egészen más műfaj, de mégis az egész életem végül is a színházhoz kötött. Ugye 25 évig voltam a Thália Színházban, előtte József Attila Színházban egy kicsit, mármint felnőtt, szerződött színész. Most pedig ennél a Turai
színháznál vagyok, amelyik életem egyik legkellemesebb élménye, annak ellenére, hogy rengeteget utazunk. Ez egy, képzelj el, hogy ez az ország egyetlen magánszínháza. Ez az a színház, aki nem kap egy fillér támogatást sem minisztériumtól, sem önkormányzattól, sem. Ennek az igazgatónőnek ki kell gazdálkodnia azt, meglegyen ez a díszlet, a jelmezünk. Eleinte mi vittük mindig a jelmezünket, tehát ami volt otthon, azt összeszedtük és vittük a darabokra az első produkcióknál. És akkor elindultunk, és ez egy olyan játék, amíg ugye az állami színházak megkapják a dotációt, olcsóbban tudnak adni előadásokat, hogyha netán vidékre szervezik, mert hatalmas dotációt kapnak, támogatást, elköltik ezt a pénzt. Minden különösebb eredmény nélkül. Mi, ha nem csinálunk sikert, akkor nem hív meg minket a Szekszárdi Művelődési Központ. Mert azt mondja, akkor minek hívjak ide egy sikertelen előadást. Tehát ez az igazi színészet. Itt meg kell harcolni a sikerér esténként. Nem elkezdeni nehéz, hanem végigvinni. Most mindegy, bankár az ember, vagy színész, vagy vasöntő. Az igazság, hogy minden pályának, mondjuk egy vasöntőnek is megszűnik a munkahelye. Tehát egy életműnek vannak mélypontjai. Én nekem az a legfontosabb ebben, hogy 60 éves vagyok. Az egyik nagy tapasztalatom az, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy mindennek vége van, és nincs tovább, és minden összeomlott, és olyan ügyek jönnek, és olyan, mégiscsak van tovább. Szóval nincs olyan, hogy az élet megállna. De most ehhez azért nagyon jó idegrendszer kell, hogy azokon a mélypontokon, amikor a pálya sem megy úgy, nincs annyi feladat, nincs olyan foglalkoztatás. Azért, ugye egy színész életében mindig vannak, amikor már fiatal szerepeket nem játszhat, apa szerepeket még nem, akkor mindig van egy ilyen mélypont. De ezt nem szabad tragikusan venni, mert aki tragikusan veszi, az öngyilkos lesz, az alkoholba bele menekül. Én azt hiszem, úgy kell ezt kezelni, mint az élet természetes játékát. Ez nagyon fontos. Hogy kiszik le valamit? Hát ez jó! Nevetséges, hogy gyerek a semmi, ugye? Végén drága kiszik, én már ezért dobtam. Papa, mama, maguk félreértenek, maguk azt hiszi, hogy nekem oda Gizi született egy gyereket. Nem, én a mi gyerekünkről beszélek. A Giziéről és az enyém. A maguk unokája. A Janikáról. Mama, ez tényleg megbolult. Igen, a Janikáról, akit eltűnt voltak előttem, nem írtál meg, mikor született, nem küldtek egy fintjét. De mégiscsak a fél, azt nem vehet hülyen művel. Ez egy isteni előadás, először is azt kell mondanom, hogy egy rendkívül sikeres feldolgozás. Ugye ezt a Békefi István, ezt eredetileg színdarabnak írta meg a Janikát, de a magyar filmgyártás, amelyik akkoriban a háború előtt nagyon nagy fénykorát élte, fogták magukat és megfilmesítettek, és az a Turai Dusi játszotta a Janikát, akit most a Pápai Erika játszik, aki a Békefi Istvánnak volt a felesége a Békefi Pistának. Mindegy, ő játszotta ezt a bizonyos Janikát a filmen, mi pedig a Turai Ida nevét vettük föl ebben a társulatban. És mi azt valljuk, hogy olyan színházat kell játszani a nézőknek, amit a néző megért, és ha nem is csontvígjáték, a nézőnek úgy kell távozni a színházból, na most itt jól éreztem magam, vagy megértettem azt, hogy miről volt szó. Most ez egy vígjáték, de a Békefi azért nagyon sok érdekes szituációt írt meg ebben. Ez ugye elmegy a férj Amerikába,
íróként ott összeismerkedik egy nővel. Ez azért már maga egy házassági tragédia. Hazajön, újra találkozik a feleségével, és egy véletlen folytán a színésznő feleség, aki itthon maradt Magyarországon, pont fölajánlanak neki egy szerepet, egy színdarabban, egy kis fiút, és elkezdi a karácsony este, van egy karácsonyi millióben játszódik, elkezdi próbálgatni magát, szerez egy parókát, fölveszi a házmester fiúnak a ruháját, és abban a pillanatban betoppan a férje a lakásba, és megjátsz, hogy te ki vagy. És a nő azt mondja, én vagyok a Janika, akkor te az én fiam vagy. Na és innen elkezdődik egy fergeteges félreértés sorozat, nagyszerű szerző, nagyszerű szituációk, de mégiscsak van benne azért egy csomó olyan komoly és érdekes emberi viszony, és mint az élet. A Békefi a darab végén óriási szerző volt, mert ugye a Janikának sokszor át kell öltözni, mert hol a saját magát játssza a színésznőt, hol a Janikát. Na most éppen egy átöltözésnél a Békefi beleírt egy találkozást, amikor az íróhoz bekopog egy újságírónő, aki elég kekec, és olyanokat kérdez tőle, hogy mi, hogy van az, hogy a maga darabjai nem hasonlítanak az élethez? Miért ír ilyen darabokat? És akkor azt mondja neki a Békefi, hogy ne figyeljem, én azt szeretném, hogyha az élet kezdene hasonlítani a darabjaimhoz, nem pedig a darabjaim az élethez. Ez azt jelentette számomra, és ez egy olyan okos mondás, hogyha újra és újra felböfögjük az életet, és állandóan az aluljáróról és a nem tudom miről csinálunk filmet, és szennybe turkálunk a színdarabokkal, és a színészeknek vetkőzni, hányni, pisilni kell a színpadon, ha ebbe belemegyünk, ebbe a tragikus, rossz ízlésű mai színházi világba, akkor azt kell mondanom, hogy fölösleges dolgot csinálunk. De olyan darabokat játszunk, ami esetleg a nézőt kiemeli a depressziójából, mutat neki utat, esetleg egy milliót, egy polgári öltözködést, vagy bármit, ami nem azonos az élet hát legmélyebbre, szennyébe menő dolgokkal, de bizony jobb, hogyha az élet kezdene egy kicsit hasonlítani a darabokhoz. És Janika, rögtön megismertelek, amit megláttam. Nagyon hasonlít a anyukádhoz. Pontosan így nézett ki 15 évvel ezelőtt. Csak egy kicsit idősebb volt. De... Hány éves? 14. Igen, persze. 14. Ez rettentő, hogy 14 évig nem tudtam rólad. Pedig milyen szép lett volna tudni. Fényképeket kapni, ajándékot küldeni. Vagy az is lehet, hogy rohantam volna haza. Janika. Papa! Fiacská! Mi ez te? Elhúnyod a szemet, ha megcsókolok? Beuntam! De, véletlenül. Te úgy néztél rá, mint egy idegenre. Nem ismertél meg? Vagy sosem láttál volna a fényképet? Dehogy ott van. Itt vannak azért a most már nagyon komoly plázák, mozik. Mind konkurenciája a színháznak. Azon kívül, hát hogy mondjam, valahogy megszoktuk azt, hogy én az igazi értékes sztárok nem tudnak megszületni. Szóval Magyarországon a sztárokat egy kategóriába sorolják az ilyen tévé személyiségekkel. Na most Amerikában vagy a nagy kultúrá nagyobb méretben, nem a minőségében, de méretben nagyobb kultúrájú országokban ugye rengeteg komoly egyéniség van. Hát sorolhatnám a Julia Roberts-től az Al Pacino-ig és a Depardieu-től most az olaszok érdekes kevés sztárt produkálnak, de nagy nevek vannak, akikre kíváncsiak a fiatalok is. Nálunk ezt elvették a fiataloktól. Nincs olyan sztár, akire szívesen... Na ez hogy játszaná mondjuk a Hamletet, vagy hogy ez a nő hogy játsza a Júliát. Nem erre mennek be, hanem arra, hogy van egy jó musical esetleg, jó zenéje van, jól énekelnek, hogy na a Fantomot tényleg azért ott egy pár sztár megfordul. De a színháznak az egyik útja ez a nagy musicalek, de a másik útja mégiscsak az, ami a Broadway-n van, hogy nagyon népszerű, nagyon híres színészekkel bemutatnak egy-egy színdarabot a Broadway-n, és akkor az megy 2-3 évig. Beszélj
Még tegnap este. Szegény drága Izikér. Sírt. Mit mondod? Kidobott. Hogy hogy? Egyszerűen kidobott. Ezt nem értem. Pedig szerint, én nem értem, szerint nagyon is érthető. Jó. De Izi ma is ugyanú szereti a természet. Tegnap este, és egyszerűen sírva fakad. Meglátom, hogy ma a nyakadba fog borulni. Ma is kidobott. Ma is beszéltél már. Nem, ma már szóba sem állt veled. Egyszerűen kivizet, hogy nem fogad. Kivizet? Igen, a művésznő azt mondta, hogy nem fogad. Márpedig egy nem megyek el, én okvetlenül beszélni akarok vele. Ma, kérem, szóljon neki. Szólok. Ama, nem szólsz! Ebben a dologban mi nem beszélünk bele, ha az én lányom úgy érzi, hogy mi történt, azt nem lehet megbocsátani, mert ez a nő dolga is, hogyha úgy gondolja, hogy nem köti össze még egyszer az életét valakivel, aki már egyszer elhagyta, akkor én erre nem fogom rábeszélni, és azt is megmondom, hogy miért, mert szerény véleménye szerint igaza van. Na de elemény! 47 éve lovagolok a sport, tehát kezdtem, 13 éves voltam. Tehát ez nálam nem egy sík, vagy egy ilyen színészi alűr. 47 éve vagyok kapcsolatban a lovakkal, és az élet azért úgy hozta, hogy életem vége, hát nem vége felé, hát azért még ilyet nem mondok, sőt nem is programozok, amely 90 valány évet szeretnék programozni, élni, hanem ugye a harmadik harmadába, hogy így mondjam, adatott meg, hogy effektív saját lovaim lehetnek, és most már több mint 10 éve saját lovaim vannak, sőt, igen, több mint 10 éve, akik családtagok. És ha megkérdezik, hogy miért vannak lovaid, hát akkor azt tudom mondani, hogy miért vannak gyerekeim, vagy ugye miért van gyerekem, nekem csak egy fiam van. De az embernek azért vannak gyerekei, mert ösztöneiben és a saját, és a gyönyörűs, az élet gyönyörűségére vannak lovak, és vannak gyerekek. Soha nem volt szerepálma egész életemben, mert az mindig egy nagy rizikó, mert az ember álmodik rűn, és akkor ebben én nagyon jó akarok lenni, azzal akkorát bütik az ember, mint egy ólajtó. Hanem én nagyon hiszek abban, hogyha az ember valamit elképzel, hogy megjelenik a fantáziájában, akkor az előbb-utóbb megvalósul. Ez a tapasztalatom, és erről nagyon sokat olvastam is, meg hallottam is. És én egyik része, egyik fele az életemnek orvos akart lenni. Azért, és azt tudom már, hogy miért, mert nagyon hamar megérzek emberekben dolgokat, akivel leülök beszélni, akivel egyszerűen nem, oda sem figyelek, csak érzem, hogy milyen. Na most ez az orvosoknak, ez az intuitív képesség és készség, ez alapvető. Nagyon kevés orvos rendelkezik vele. Én úgy vettem észre, hogy én ezzel a képességgel rendelkezem. És én úgy érzem, hogy jó orvos lettem volna. Másik, van bennem egy hatalmas vágy valami ilyenfajta segítségre az emberek felé. Hogy tudjak az egészségükön, a szellemi, ha kell, mint színész, a szellemi egészségükön segíteni. Na, ami nekem vágy, az egy orvos szerep lenne. Valahol egy sorozatban, vagy egy jó filmben, színházban nem hiszem, hogy ilyen adódna. De egy jó orvost kikap, az jó lenne. Erre vágynék.